érzés egy ilyen csapat kapitányának lenni? Nagyon jó érzés. Egy elég hosszú szezon már hátul mögött, mondjuk még nincsen vége, hiszen úgy tudom, hogy a Dunajváros is nyert. Mégis a feljutás megvan, a bajnoki cím még matematikailag nincsen. De rajta vagyunk. Tessék? Rajta vagyunk. Rajta vagyunk és nagyon boldogok vagyunk. Köszönjük. Peti, a hátalon cipelted néha a csapatot, aztán a második részre idejött a rezes, már ketten voltatok, sokkal gyilkosabbak a támadásaink, úgy néz ki, összeállt a csapat. Rengetegszer hallom, hogy te bentről irányítod. Igen, irányítom a többeket, mert ez is a dolgom, nem csak a játék közben, hanem irányítani a csapatot, úgy néz ki, egy igyóság előtt lefejtöttünk az NBA-be. Tamás, egy óriási fegyvertényt hajtottunk végre, feljutottunk végre az első osztályba. Az évet hogy tudnád most így röviden összegezni? Egy olyan csapattal kezdtünk, akik... Óriási dolognak tartom, és nagyon-nagyon szeretném megköszönni Sándor Pista bácsinak, akivel elhatároztuk, hogy ha egyszer közösen dolgozunk együtt, akkor ő segít engem első osztályba jutni, úgyhogy nagyon köszönöm neki, köszönöm az egész klubnak és természetesen a játékosoknak, a közvetlen segítőimnek, Lási Gabinak, György Valannak, Rizán Sanyinak, mindenkinek. Tényleg azt mondom, hogy óriási dolog, szerintem óriási tettek, hajtottak végre, hiszen csak egy éve dolgozunk együtt. Nagyon sportszerű cselekedet volt szerintem, ahogy Fodor Andist megvigasztaltad. Mit mondtál Andis neki? Nagyon nagyot futballozott a mai mérkőzésen, mindennek, tehát a mezőny legjobbja volt, úgyhogy mindenképpen meg kellett, hogy dicsérjem. Óriási futballozott mind a két csapat egyébként, nagyon nagy fűzés, méltó a megyéhez, azt gondolom.